Az elmúlt időszakban Üllőn a pesti út forgalma jelentősen megnövekedett. Egy nap alatt ezen a szakaszon több mint 10 000 gépjármű haladt keresztül. Ezért a közlekedés biztonság fejlesztése érdekében Safe Cross, azaz okos zebra létesítésével tették biztonságosabbá az átkelést. A december 13-ai hivatalos átadón a város részéről Fehér Imre alpolgármester méltatta a projektet. Itt most elkészült a zebra, szeretnék, hogyha balesetmentesen tudja a lakosság használni. Én balesetmentes közlekedést kívánok a lakosságnak, a Boros Gábor utcánál használják a zebrát. A Safe Cross okos zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét az adott gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. Az út két szélén elhelyezett kamerák érzékelik a gyalogosok áthaladását. A jelzés csak akkor lép életbe, amikor az valóban indokolt. A cél az, hogy a járművezetők számítsanak arra, hogy amennyiben villog a LED, akkor gyalogos halad át és meg kell állniuk. Itt a Baros Gábor utcán történt 3 baleset, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy utána néz, hogy miképpen, mi módon lehetne biztonságosabbá tenni a gyalogátkelést, hisz a gyerek jár ide, a buszhoz jönnek, mennek haza az emberek, egész nap nagy forgalma van ennek a gyalogátkelőnek, és így megtaláltuk ezt a lehetőséget, környező településeken, Monoron, Maglódon már üzemel, és úgy döntött a képviselőtestület, hogy akkor egy okos zebrát fog ide megépíteni. Ezen kívül is van még sok forgalmas hely itt Üllőn, várható, hogy ezek is kapnak ilyen okos fejlesztést jövőre? Igen, a Pesti úton még van 2 helyen, fönt a Rétközné van egy gyalogátkelő hely, Pesti út Petőfi utca sarkán, utána jövőre épül még a Faiskola utca Ócsai út sarkán, a temetőnél, Malom utca Gyömrői út sarkán az iskolánál, és a templom téren lévő kis zebránál fog épülni. Tehát összesen jövőre még 5 darab ilyen okos zebrát szeretnénk megcsinálni. A kivitelező Pearl Enterprises Kft. Részéről a projektvezető mondta el a rendszer specialitását. Ennek a különlegessége az, hogy ezt a gyalogátkelőhelyet a Generalia Biztonságért Alapítvány is finanszírozza, ennek a gyalogátkelőhelynek a telepítését és létesítését. Országos szinten ez a 173. ilyen okos zebra. Én, mint a telepítő cégnek a projektvezetője, és nagy büszkeséggel mondhatom el, hogy ezeknél a gyalogátkelő helyeknél, amióta letelepítettük, azóta 0 a baleseteknek a száma. Nagyon reméljük, hogy itt Üllőn is az elmúlt időszakban történt baleseteket el tudjuk kerülni ezzel a rendszerrel, és hatékonyan tudjuk segíteni a gyalogosoknak a biztonságos közlekedését. Az üllői okos zebra költsége 2,8 millió forint volt, amelyet 50-50%-os arányban a város és a Generalia Biztonságért Alapítvány finanszírozott.